Mit tehetsz pedagógusként, ha nem szeretnéd, hogy még az eddiginél is kedvezőtlenebb feltételek között kelljen dolgoznod? A státusztörvény alapjaiban változtatja meg a pedagógusok munkahelyi helyzetét. A tanárhiányt a pályán maradók tovább terhelésével oldaná meg. Az átvezényelhetőség, a napi munkaidő és a tanév bizonytalan hossza hátráltatja a minőségi nevelőoktató munkát. Tudd meg, milyen lehetőségeid vannak, ha nem szeretnél a státusztörvény hatája alatt dolgozni. Sokan kérdeztétek tőlünk, hogy mikor lép életbe a státusztörvény, illetve hogy mik a legfontosabb határidő. A státusztörvény előírásait 4 lépcsőben fogják bevezetni. A pedagógusok számára a legfontosabb dátum 2024. január 1-e. Ekkor automatikusan átalakul a jogviszonyuk. Ez azt jelenti, hogy ha korábban nem nyilatkoztál, átkerülsz az új jogviszonyba. Akkor kell lépned, ha nem szeretnéd az átalakulást. Fontos, hogyha úgy döntesz, hogy nem kívánsz az új státuszban dolgozni, az szeptember 15-e és 29-e között kell jelezned. Ha ezt a jelzést megtetted, akkor tudnod kell, hogy meg fog szűnni a jogviszonyod. A változások emellett 3 másik szakaszban történnek majd. Július 15-én vezetik be az új szabályokat, amik alapján a pedagógusok döntést hozhatnak a jogviszonyukról. Szeptember 1-én lép majd életbe a köznevelési törvényt érintő legtöbb új szabály. A következő év, tehát 2024. július 1-től pedig az elektronikus ügyintézésre, vagyis az ügyfélkapura vonatkozó szabályok lépnek életbe. Az egyik legfontosabb kérdés a státusztörvénnyel kapcsolatban, hogy kire vonatkozik, tehát kinek fog átalakulni a jogviszonya. A státusztörvény néhány kivétellel minden nevelő-oktató munkát végzőre vonatkozik. Ebbe a körbe beletartoznak az egyházi és a magániskolák pedagógusai, valamint a nevelés és oktatás közvetlenül segítők, azaz a NOKS munkakörben dolgozók is. 3 kivételes eset van. 1. Azok, akik egyházi szolgálati jogviszonyban dolgoznak, ez azonban nem egyenlő azokkal, akik egyházi iskolában dolgoznak. 2. A NOKS munkakörök egy része munkaviszonyá alakul, nem köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyá. 3. Az óraadók a továbbiakban is megbízási szerződés keretei között dolgozhatnak. Több ezer pedagógus nyilatkozott arról előzetesen, hogy a státusztörvény elfogadása esetén elhagynák a pályát. Annak, aki így dönt, mi a legjobb időzítés? Végkielégítés szempontjából nézve érdemes megvárni a státuszváltás folyamatát. Ha nem szeretnél tovább dolgozni az új törvény hatája alatt, erről szeptember 15-e és 29-e között kell nyilatkoznod. Ilyenkor legalább 1, 2 vagy akár 3 havi végkielégítést is kaphatsz. A javaslat azt írja, hogy aki nem marad az új jogviszonyban, az jogosult a végkielégítésre. Vagyis ez jár, tehát kapni fogsz, nem csupán kaphatsz. Ha viszont most mondasz le, akkor egyáltalán nem jár a végkielégítés. Akkor sem jár végkielégítést, ha július 15-e és augusztus 1-e között mondasz le. Egyes helyzetekben lehetőség van arra is, hogy rendkívüli lemondással lép ki. Ennek különleges feltételei vannak, amit az oldalunkon részletesen kifejtünk. Hogyan történik az átmenet a korábbi jogviszonyból a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyba? Hogyan kerülök az új státuszba? A tervek szerint 2024. január 1-én átalakul minden nevelő-oktató munkát végző jogviszonya. Ennek részleteiről szeptember 15-éig tájékoztatnak. Ha nem fogadod el az új jogviszonyt, erről szeptember 15-e és 29-e között van lehetőséged írásban nyilatkozni. Ezt utólag nem vonhatod vissza. Ha nem fogadtad el az új státuszt, akkor a korábbi jogviszonyod megszűnik november 30-án. Ilyenkor november 1-e és 30-a között egy hónapos felmentési idő illet meg, amely idő alatt nem kell dolgoznod. Fizetés viszont erre az időszakra is jár. Ezen felül a munkában töltött idővel arányosan 1, 2 vagy 3 havi végkielégítést is kapsz. A státusztörvénnyel kapcsolatban minden információt megtalálsz a honlapunkon, ha pedig jogi segítségre lenne szükséged, keresd ingyenes jogsegélyszolgálatunkat a jogsegélykukac.tasz.hu e-mail címen.